Szervusztok, köszöntelek titeket ezen a hideg télies estén. A mai videóban két témát is elhoztam nektek, legalábbis remélem, hogy meg lesz a második téma, hiszen néztem a BKK futárt, és úgy tűnik, hogy nem látom a fény fogast. Tehát tudom a pályaszámát, mert megnéztem mások videóját, hogy a 51-es, illetve a 61-es pályaszámú fogaskerekű közlekedik, úgy, mint fényfogas, tehát konkrétan fel van díszítve. És tudom, ígértem, hogy ebben az évben nem fogok nagyon sok fényjárművet videózni, viszont ez idén közlekedik először, úgyhogy muszáj lesz valahogy megörökíteni. De még mielőtt elmennénk oda a budai hegyekbe, azért látjátok, hogy itt vagyunk a parlament mellett, előtte megnézzük azt a vadonatúj sétányt, amit átadtak, és tudom, hogy nappal sokkal szebb képeket lehetne, illetve sokkal szebb videót lehetne róla készíteni. Tehát az az igazság, hogy ma megyek fényfogast nézni, és most fért bele így az időmbe. Úgyhogy lessük meg, mit adtak át. És nézzétek meg, milyen gyönyörű a város, egyszerűen lélegzet elállító. Én meg tudom érteni, hogy a külföldiek mit szeretnek ennyire ebben a városban. Csodálatos, tényleg. Én büszke vagyok, hogy budapesti vagyok, és hogy ide születtem. Na de most akkor lemegyünk a lépcsőn, és akkor innen a parlamenttől elindulunk egészen a Margit hídig. Most mehetek, vagy nem? Persze, hogy mehetek egyébként, mert egy kis info, 2023-ig nem járhatnak itt autók. Hát, ami egy részről egy pozitív dolog, viszont más részről nem annyira, hiszen oké, hogy 2023-ig ez egy smog és légszennyezésmentes övezet, mondhatjuk így, viszont sokkal nagyobb szívást okoz a belvárosban, hiszen a Lánchíd is le van zárva, és az emberek többsége nem a Szabadsághídon, hanem a Margit hídon keresztül megy át. És most tudom, ezzel a szöveggel nagyon Magyarósi Csabát utánzom, de hát nézzétek el, nekem Magyarósi Csaba videót néztem, miatt elindultam, úgyhogy rám ragadt ez a stílus, és annyira imádom. Na mindegy, a lényeg az, mert a stílusát nem magát az embert, nehogy félreértsétek. Szóval nagyon sokan a Margit hídon keresztül mennek át, és tudom, mert én is onnan megyek át ugye a munkába, és folyamatosan szívok, amikor így délutára kell menni, mert mindig úgy beáll a város, hogy lépésben lehet haladni. Igaz, hogy nem autóval megyek, de néha autóbuszra szállok, és nem a 4-es 6-osra, úgyhogy ez egy nagy szívást okoz. És igen, metrófelújítás is van, és ezzel nem csak az autóskat szivatják meg, hanem gyakorlatilag mindenkit, aki egyébként arra, hát aki metrópótlóval közlekedik, hiszen a metrópótlókat is folyamatosan fenntartja, és múltkor is úgy jártam, hogy elindultam a Lehel tértől, és az Arany János utcáig körülbelül ilyen 25-30 perc volt, és most nem túlzok, valóban annyi volt, néztem az órát, 25-30 perc volt eljutni két megállót, úgyhogy ez elképesztően szörnyű. És gondoltam már arra is, hogy erről is egy külön témát lehetne videózni, hogy lássátok, hogy mi a helyzet a belvárosban, de tudjátok, hogy nekem nincs kedvem az ilyen politikai, szitkozódós videókhoz, hiszen nem erről szól a csatornám. Egyébként már a sétányon vagyunk, és olyan fekete az aszfalt, hogy így a sötétjében elveszik, legalábbis így a képeken keresztül, és ez lenne elméletileg az új sétány, ez a agyon térkövezett út, ami egyébként nem neveznék felújításnak, hiszen most tök mindegy, hogy aszfalt van itt, vagy térkő. A lényeg az, hogy semmilyen zöldet nem láttam még eddig a parlamenttől. Illetve hát ugye itt lesz egy fasor, ami nem is a parlamentnél, hanem gyakorlatilag itt az Olimpiai Parknál kezdődik, ami vészesen közel van a Jászai Mari térhez. Tehát itt egy pár fasort ültettek, és semmi zöldet. De ezt mindjárt meglátjátok, amikor közelebb érünk, hiszen most jövünk ide a fákhoz. És értem én, hogy valami jót szerettek volna alkotni, de hát ez nagyon-nagyon-nagyon nem sikerült. Nézzétek meg, itt árválkodnak a fák így a térkőben, és simán lehetett volna ide akár egy ilyen virágágyást csinálni, akár ilyen füvesített részt. Szerintem itt, ezen a területen simán elfért volna
két ember is egymással szemben, vagy akár egy családban mondjuk, és kicsit ez nehézséget okoz, hogy ugye itt van a kikötő, és hát ide kötik ki a stéget. De hát nézzétek meg, egy-két ilyen pod árválkodik gyakorlatilag háttal az útnak. Nyilván ugye a panorámát kell nézni, de meg egy-két szemetes kukával két fa között. De igazából ez nem akkora nagy fejlesztés. Én sokkal jobbra számítottam így a képek alapján, de ez elképesztően kevés ennyi pénzért. Tehát, és mondtam, hogy nem akarok politikát belevinni, de hát az ember mit mondjon, hogyha egy ilyet meglát. Most lehet, hogy a hideg miatt nincsen ennyi ember itt, sőt, tutira, de nem nagyon topzódnak az emberek, pedig ezt elméletileg átadták, és én nagyon csalódott vagyok, én sokkal többre számítottam, hogy legalább lesz valami füvesített terület ilyen ösvényekkel, de hát sajnos nem ezt kaptuk, hanem néhány padot, egy-két térkövet, sőt nem egy-két térkövet, hanem gyakorlatilag az egészben van térkövezve, illetve egy-két padot, egy-két szemetes kukával. Most nézzétek meg. Szerintetek ez fejlesztés? Ez a csináljunk valamit, nézzen ki valahogy, aztán adjuk el tök jó fejlesztésként, veregessük a vállunkat, hogy mi milyen. Tudom, hogy nem a vállamat veregetem, itt van a vállam, csak ez könnyebb elérni. Szóval veregessük a vállunkat, hogy na, mi csináltunk ide valamit, hát konkrétan egy nagy semmit. Úgyhogy ennél többre vágytam volna. Nézzétek meg, most is ilyen betonplaccon jövünk, legalább, vagyis ilyen aszfaltplaccon, legalább ide lehetett volna valamit csinálni a túloldalra, ha már oda nem sikerült. Na hát ennyi, megyünk akkor és megpróbáljuk elkapni a fényfogast. Itt vagyunk már a Városmajornál, és elméletileg még nem a fényfogasunk áll bent, hanem az 57-es pályaszámú. A fényfogas még egyáltalán nem láttam. Ott áll a telephelyen egy másik, de az sem a fényfogas. Elképesztő. És lehet, hogy rosszul tudtam a pályaszámát, vagy lehet, hogy egyáltalán nem közlekedik. Azon gondolkodom, hát ha elmegyünk vele, és megtaláljuk a fényfogast, mert egyébként képzeljétek el, 20 percenként jár a fogaskerekű. Jó, hát most sincsenek rajta emberek, nem topzódnak rajta százasával, de akkor is 20 percenként jár. Elképesztő. Na mindegy, menjünk vele egy kört, hát ha összefutunk vele. Közben leszálltam a fogasról, mert úgy volt, hogy felszállok és valahol majd elkapom a hegyen. Közben ránéztem a BKK futárra, most több járművet láttam, mint eddig. 3 helyet, most már 4-et, és valószínűleg ugye az lesz a fényfogas, ami jön lefelé, most tart az erdei iskolánál, csak nem fogjuk elérni ott, hiszen gyakorlatilag majdnem 10 perc múlva indul ez a járat, és hát ezzel egy probléma van, hogy 10 perc alatt nem érünk oda, ráadásul ugye mindig a lefelé haladó, aki völgymenetben jön, az várja be a hegymenetbe érkező járművet, tehát pont mire beérnénk, csak egy fél percre látnánk, és így eltűnne a szemünk elől, már jönne lefelé. Ide nem tudnánk átszállni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megvárjuk itt Városmajornál. Hát úgy néz ki, hogy benéztem, ez mégsem a fényfogas, úgyhogy hát nem tudom, lehet, hogy ma nem közlekedik egyáltalán. Viszont egy ritka jelenetet láthattok, most érkezett be, lerakta az utaskat, és halad be oda a kocsiszín épületbe. Ilyet se láttam még, úgyhogy már ezért megérte eljönni. Láthatom behaladni a kocsiszínbe, amint érkezett be, már húzták fel a redőnyöket.
Hát reméljük, hogy helyette kihozzák a fényfogast, hogyha mégiscsak bent áll, és nincsen pályán. Lejjebb ment az áramszedő. Nyilván máshogy nem fér be oda az épületbe. Elképesztő jelenetek. Azt a... Hát ilyet még nem láttam, nem pipáltam. De milyen jó, nem kell legalább átutazniuk a félvárost. Emelkedik le a redőny, figyeljétek. Az de komoly. Húzzak le mögötte. Na mindegy, legalább annyiból egyébként jó, hogy nem kell végigmenni a félvároson, hanem megállít a végállomáson és egyszerűen begurul pár méterrel odébb. Elképesztő. Mélyen csalódott vagyok, hogy nem sikerült elkapni a fényfogast, és úgy nézem, hogy most már egyre kevesebb jármű is van. Újra már csak 3 jármű van a pályán, és hát úgy értem, hogy 3 pár jármű, mert ugye ezek kettesével járnak, mert hogy 2 kocsi összekapcsolva. Mélyen szomorú vagyok, hogy így decemberben, amikor ennyit dolgoztak vele, hogy megcsinálják ezt a fényfogast, akkor nem járatják. December 14-én, érted, karácsony előtt egy-két héttel, tehát ez mély csalódás nekem, hogy ezt miért nem lehet minden este járatni, ezt a fényfogast, vagy legalább miért nem csinálnak hozzá egy menetrendet, és írják ki, hogy ne haragudj, ekkor és ekkor közlekedik, ne vadászad mindig a futárban éppen, jelenleg élőben aktuálisan, mert ugye akkor az ember tud tervezni, tudja, hogy mikor kell kijönni, videózni, és ebben reménykedtem, mert reggel egyébként, amikor ránéztem a futára, akkor azt láttam, hogy bent áll a garázsban, most viszont se híre, se hanva annak a járművnek, úgyhogy én nagyon szomorú vagyok, viszont legalább sikerült megörökíteni egy behaladást a járműtelepre, amit még életemben nem pipáltam, nem láttam. Komolyan. Úgyhogy legalább ennyi haszna volt ennek a videónak. Hát, csalódottan, de köszönök tőletek. Megpróbáljuk majd valamikor még levadászni az idén, mert nagyon szeretném. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmet. Legyetek jók, sziasztok!